Sziasztok! Ma folytatom a Stainless Steel 6.4-es magyar hadjáratomat, és hát itt maradt abban, hogy bár hogy a franciákat nagyjából le is nyomtam, most már nincs sok hátra nekik. A teutonokat is sikerült elverni. Szóval tőlük se kell már tartani többet. A német rómaiakat szintén, ugyebár megostromoltam Magdeburgot is, Wroclawot, szóval nekik annyi. Dánoknak még megvan Finnország fenébe. Finland. Ez nem jó. El fogom veszíteni izét. Visbit. És ha minden igaz, akkor Adanánál meg fognak támadni a... A bizáncok. Na de mindegy. Igen, Ispártában elkészült a sereg. Király. Megyünk tovább. Rég nem volt keresztes hadjárat, ember, én ki vagyok közösítve. Ja. Hány? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 keresztény nép van még fenébe. Ha legyőző mind a 11-et, akkor tuti, hogy visszafogad a pápa. Ami jó lenne. Na de azt hiszem körváltás. Igen, Lyon. Lyon, Lyon. Igen, itt van egy kis átképzés, és utána megyünk tovább. Egyiptom, mi? Ajjaj, jó! Hú, a szép! Egy milicista hadsereg. Ott egy másik. És hát itt van némi gulám, meg gulám lovas. Ajjaj. Hát jó. Fatimidák, egyiptomiak. Az elég durva, hogy itt vannak fönn Afrikában. Itt általában a mórok kellene, hogy legyenek. Na mindegy. Ővék a magaslat, nem már. Két csapat lándzsás. Ám bár... Most nem szükséges előre rakni a lándzsásokat és utána a gyalogság, mivel lovasságuk nem igazán van, szóval erre most nincs szükség. Jó, íjászok elől. Lovasi íjászok ide. Egy feudális csapatot ide, és kettőt ide. Hát van egy csapat arab lovas, de hát... Az nem, most nem szoroz. Főleg, ha rájuk küldöm a lovas íjászokat. Muszlim íjászokat hoztam ellenük. Ajaj, lőnek. Bakker, ti mázlista köcsögök. vagyis a gyalogsággal előre kéne menni. Kb. Most. Szedjétek le az arab lovasokat. Esélyük sincs ezeknek a militistáknak. Az arab lovasokat pedig lenyilazzuk és vége. Nagyjából egy sem maradt. Ja, meg is tört. Our men have captured the enemy general. Guard him well.
so he can see us defeat the rest of his army. Ja, fut a gyalogság, még a szaraci milicistákat is fel... simán lemészárolták. A lándzsásaink még... kicsit bajban vannak. Milicisták ellen, de nem nagy a probléma. Bevessük a lovasságot, nem sok értelme van. Jó, roham. Ja, meg is törtek. A válogatott kart, vagyis a válogatott a feudális lovagoknak jó móka ez a harc. Mészárolják a milicistákat. Jó kis móka nekik. Mi esélye van egy szaracin milicistának egy feudális gyalogos lovag ellen? Nem sok. Ja, ezeket itt elcsapták. Ez jó volt. Kíváncsiak, mikor jön az erősítésük. Ha jön egyáltalán, persze. Na de vessük be a lovasságot. Szerintem nem jön erősítés. Én úgy látom, hogy nem még lesz. Vagy igen? Hol az ellenség? Ja, hogy ott vannak még páran. Hát ez ennyi. Nem kaptak erősítést. Érdekes. Jó, szedjétek le a szaracénokat is. És ennyi. Ez jó volt. Nem kaptak erősítést, ami érdekes. Sirály, ez jó volt. Azért még van egy csomó német-római katona. Ahaha, szinte gondoltam.
Oh. Oké. Okay. Na ez szopacs. Mert nem lesz erősítés. De nekik igen. Méghozzá... Jó sok? Eléggé nagy túlerőben vannak. Fenébe. De szeretem ezt. Éjszaka, és még kibaszott köd is. Rohadt életbe. Jó, visszavonulunk. Én nem küzdök. Így nem jó. Így egyáltalán nem okés. Azt hiszem nekem kell támadjak. Aaaaaaaj. We are losing this day. We must retreat. We stand down, men. Break the siege. We move onward tomorrow. Oké, okay, kitámad a csávó. Húha, érdekes. Na ezt szerintem már megnyerjük. Enemy. The battle seems to be swinging in our favor. From such tidings does victory emerge. Nem jött erősítésük. Egyelőre. Az a táboroki testőrség, ja. Azokat le kéne nyilazni. Tábornoki testőröket. Elég faján néznek ki ezek az ukrán tábornoki testőrök. Nem rossz. Azaz. Csak úgy hullanak a testőrök. Jó, elég messze lőnek ezek a druzsinások. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Ennyivel már csak elbírnak a testőreink. Thank you.
Most már, már csak hadvezére maradt. Wow! Jó pár testőrt levág, nézd már! Na, szép volt. Még a hadvezérem is kapott tőle egy vagy két ütést, ahogy látom. Remek. Nem kellett megküzdjünk az erősítéssel, mivel későn jöttek. Zitomirban járvány. Oké. Jönnek a norvégok. Csomó huskárl és lancmenek is. Van feudális gyalogos lovag is. Az szép. Szóval íjászok. Az íjászokat, ha felrakom a falakra, akkor az íjászaimnak meg kell küzdjenek. Hát... nagyon erős ellenséggel. Ja. Nem jó. Az a létra minden igaz ide fog jönni. Ide. Számszer íjászokat tegyük ide. Ja, miért ne? Oké. Ó, egy ballisztás tornyom van. Oké. Az jó. Szóval idejön a létra, és idejön az ostromtorony. Kicsit elnéztem. Huskárlok jönnek, hűha. Az nem jó. Huskárlok azok elég erősek. Bár a létrásokat simán lenyomjuk, mire a torony ide érkezik, és utána átküldöm a
gyalogosokat ide. Harcoljanak a létrások, az ostrom tornyosok ellen. Ó, oh, páran kimentek, de miért? Ah, oh, erre megindult az ellenség, de mi a fenének nyitották ki a kaput? Én nem értem. Ah, oh, basszus! Ezt a szopatást... Csukjátok be! Már nem fogják becsukni. Snever. Ezek a snevereket egyfajta könnyű lovas csak. Azaz, olajat rájuk. Hadd égjenek. The walls are no longer ours. The enemy have taken them. Itt visszavertétek őket? Oh, 73 viking lancmen volt és meg is törtek, ugyan már? Kibaszott gyávák. Nagy vikingek. Ha, lol. Nem is olyan bátrak. Gyerünk, 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 nyomjátok le már ezt a párat. Még a húskárlók azok nehezen adják föl. Nagyjából mind halálig küzd, ahogy látom. Ja. Meghalt a hadvezére. Ezek után megtörnek. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Ezek után már csak mészároljuk őket. Mindenki támadás. A fenébe melléklik. Törjük meg ezeket a viking kutyákat. Na, ja, ezek is megtörtek. Sirály. Ez ennyi volt.
Hát nem valami vérszomjasak voltak a vikingek. Nem harcoltak valami keményen. Járvány Zitomirban és Kaffában. Ó, király kereskedő C. Ha? Ah, képezek egy parasztot Visbiben. Ikónium tovább fejlődik, király. Még kell több mint 10 000 lakos Arhusba. Az rengeteg. Jó. Így van, lakosság növekedés 1%. Az nagyon jó. Teutonok itt vannak. Marching to battle with pride, Lord. The enemy lies defeated. We are victors. Get marching. I get this. Kaiser's finest yearn to face you in battle. Yes. Orders, my king. Men, march. Ja igen, bele-bele náv is itt van. Kell egy templom. Ez még bírja 5 körig, az jó sok. Yes, Lord. Come and fight me, you coward. Of course. An honor to serve, my lord. An honor to serve, my lord. My lord. Warlord, joining forces. Még 2 kör, és megépül a fellegvár a Bangersben. Itt is van 22.264 lakos. Minusz 2% növekedés. Ez nem jó. Hát a Kaffában lévő seregnek úgymond annyi. Egyfolytában járvány. Azoknak kb. Annyi. Jó, ha... mire akarják, elveszük Cezáreát. Égyni, te lesztek ott fenn. Fölküldtem őket így a bár a hegy aljára, és akkor, hogyha megtámad az ellenség, akkor nagy valószínűséggel lesz egy nagyon jó kezdőelőnyünk a magaslaton, ami jól jön nekünk.
How may I serve? God's servant. How may I serve? God's servant. Na de azt hiszem körváltásom, már a skótokat letámadjuk. Hát... Nem igazán van kivel harcolni itt már, szóval nyomjuk le a skótokat is. Mert hát miért ne? Ja, tényleg ezekkel a kisebb csapataimmal nem léptem. Mondjuk ki van nekik adva, hogy hova kell menni. Oh, nem már. És kikaptunk. Szerintem ilyen ezüst vagy aranygerendás hajói voltak. Még mindig ostromolja? Még mindig. Három körig bírja a város. Jó, akkor az lesz, hogy ti oda, utána át oda és felszabadítjuk Visbit. Elmúlt a járvány kaffában, nem bár mindegy, mert innen már amúgy sem akarok ezzel a sereggel sehova menni. Szóval most már mindegy nekik. Túl sok katona meghalt a járvány miatt. Még egy kör. És aztán fogok tudni elit harcosokat. Az jó lenne. Sirály! Párizs a miénk. Számszerű ijeszt. Elég lojális a csávó. Na, a franciáknak mindössze bordő maradt. Polishing my armor with your... Marching to... Sire. Moving quietly.
És itt vannak a spanyolok, aha. Ahogy elnézem, amúgy Algéria, még a genovaiak ki. Nyomom a genovaiak szemét, basszus. Nem jó, ennyire elterjeszkedtek. Nagyon el vannak terjeszkedve. Fenét csinálnak itt. What? 300 embert nem voltak képesek megölni. Wow. Hát... Ja. A Medieval 2 automatikája. Mondjuk egy szempontból... Ezeket leegyszerűlem. Egy szempontból... tetszik is a Medieval 2-nek az automatik rendszere, mivel egyfolytában arra ösztönzi a játékost, hogy játsz le azt a rohadt csatát. Játsz le, ne automatikázz, játsz le és taktikázz, stb. Mivel Rome 2-ben, Attilában annyira unalmas egyszerűen a játék, mivel mindig jó arány, vagyis jó arányt kapsz, mindig kiírja ugyebár, hogy győzöl vagy nem győzöl, és annyira unalmassá teszi a játékot, mivel egyfolytában csak meg tudsz mindent oldani, automatik, 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 és vége, kész, ennyi, vége, és nem, szinte egy csatát se kell lejátszol, szóval nem kényszerít arra a játék, hogy lejátszd a csatákat, csak ha automatikázni akarsz, oké, automatikázni, és is győzöl, mivel kírja azt, hogy hány százalék marad meg, ugyebár Rome 2-ben mindig kírja, hogy megmarad 58% a seregedből, vagy megmarad 70% és biztosan győzöl, stb. Lehetett látni, basszus, ezren sem voltak, vagy voltak ezren, nem voltak ezren, valami 800-an voltak. És nagyon jó arányt is adott a játék, tényleg, hogy jó arányunk volt, ugyebár mutatta a játék, hogy jó arányunk van. És csúnya vereséget szenvedtünk, szóval nagyon durva. Á, basszus. Egy szempontból ezért is jó a Medieval 2, mivel tényleg, hogy hiába kapsz jó arányt, hiába vagytok 4000-en is, és ők még 1000-en sincsenek, és tudja, hogy kikap, és van rá esély, hogy kikaptok, mivel én a játék. Á, brutális. Na, bár nem örülök neki, hogy veszítettünk. De ez van. Ez a játék ilyen. Hú, hát a szopacs, amúgy. Csúnya vereség. Kicsit idegesít is. De ugyebár ilyen a Medieval 2. Hiába mutatja, hogy jó arányod van, attól még veszíthetsz. Szerintem, hogyha jobb hadvezérrel támadtam volna, akkor győzök, de... Egy kapitány... Nem igazán van esély egy vagy két hadvezér ellen. Na mindegy. Bariban rengeteg katonát le tudok képezni. Ezek ide mondjuk nem kellenek. Ez bírja 7 körig, Wroclaw 6 kör, Stettin 3. Oké. An order. Move out. We shall spot the enemy before they spot us. Get my... Aha. Ott van. Wow. Mik ezek? Lucniki. Hát jó. Lucnikik. Your people's ways are blasphemous at best. Do not address me. I answer to a higher lord. Yes. Orders, my king. Érdekes. Pekenges. Nem rosszak azok. Itt vannak Ivánék is. Rodna még bírja 4 körig. An honor to serve. Nem valami nagy lojalitása a csávónak.
Oh, fuck. God be with us. I only respect strength. Something you lack. Move out. Forming one force. Na jó, mindegy. Your will shall be obeyed. Yes. My lord. Yes. Get marching. Oké. Okay. Át kell képezni a katonákat és irány tovább. Oké, körváltás. Hát, Cezáriánál csúnyán kikaptunk, azt meg kell hagyni. Az durva volt. Nem gondoltam volna tényleg, hogy veszíteni fogunk. Az brutális volt. És alig még 300 katonát se öltünk meg. A lényeg az, hogy még 300 emberük se halt meg. Oh, hello. 297-et öltünk meg, ha minden igaz, ha jól láttam. Ó, hát... nem annyira erősek. Na hát elnézést, srácok, csak hát elsőre dobott a játék. Ja. Van úgy, mikor kidob. Na mindegy, a lényeg, hogy készüljünk fel. Gyalogság ide. Van nekem olyan, hogy boszniai jászok, és van egy csapat bulgáriai, akik tudnak lerakni cölöpöket. Szóval őket teszem oda. A magyar nemes lovasi jászai maradnak itt. Két nehéz lovas egység ide. Hadvezéri testőrség és egy nehéz lovas egység pedig ide. És még van két gyalogos, mi a fene? Rengeteg a gyalogos katona ebben a seregben. Remek. Kezdődjék a harc. Az íjászok maradhatnak ott, mivel a cölöpök megvédik őket. A lovassággal le kéne szedni a... vagyis a lovas íjászokkal le kell szedni a lovasságot. Van trebusé. Nem valami sok... ellenséges katona van. Mi sokkal többen vagyunk. Tegyük ide a lovagokat. Mit lőnek a lovas íjászok? A lovasságot. Á, elnézést. Oké, folytassuk. Szóval lovas íjászokkal szedjük le a lovasságot. Feudálisokat kéne lőni amúgy. Inkább lőjük a feudális lovagokat, mint ezeket a nyergelt. Mi ez? Fegyvernököket. Veszélyesek ezek a feudális lovagok. Egy gyalogos egység oda. A bulgáriaiak már lőnek is. Igen, vannak ilyen pajzsos számszerű íjászaik. Ez nem jó. Azok erősek. Vannak íjászok. Hadvezéri testőrség, egy csapat... feudális? Nem inném. Nem, egy csapat ilyen fegyvernök. Nyergelt fegyvernök. Az nem jó. Azok nem valami erősek.
Megindul az ellenség? Hogy elnézem, igen. A nyergelt fegyvernököket simán elverik a... ezek. Magyar neveseim. Very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Szép rohan volt a lovasságtól. Ja, meg is halt a hadvezére. Magyar nemesek sokkal jobbak, mint a vizék. Mint a nyergelt fegyvernökök. Feudálisak is futnak. De gyorsan, ha feladják az izék az ellenséges csapatok, te jó ég. Nem hiába, nehéz lovasság, nehéz lovasság. Jó, gyalogság vissza. Az erősítés pont itt jön. Igen, itt jönnek a feudális csapatok, meg a hadvezéri testőrség. Nem annyira veszélyesek, de azért érnek valamit. Pozíciót kéne amúgy váltani. Így nem jó. Na, egy csapat tábornoki testőr. The enemy army runs. We must pursue and hunt them down. Ja, hogy itt, oké. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Wow. Jó nagy veszteséget fogunk most elszenvedni. Ám bár ezért a várért megéri ennyi veszteséget elszenvedni. Ha a vára miénk, akkor a német-rómaiaknak kb. Annyi. Ajaj. Wow, ezt a könnyű manatalm csapatot áttaposták a lovasok, te jó ég. Az durva. Szíjászokkal szedjük le őket. Ó, király meghalt a hadvezér, királya.
The iron is hot. Azaz, szép rohan volt. Á, mondjuk lehetett volna jobb is. És meghalt a másik hadvezére is, király. Hát jó. Ennyi volt a német-rómaiaknak. Ha minden igaz. Ja, ennyi volt. Sírálj, ez jó volt. A fenébe. Bár szerintem ezt most megnyerjük. És enyém lesz Cezária. Wow, milyen zsoldos sereg ez. Csomó lovas basszus. Hát jó. Ó, hát lehetne pont fordítva is, hogy őszinte legyek, hogy mi legyünk ott fent, ne ők. Vegyük ezt a pozíciót. Láncsások oda, íjászok ide is, leszedjük mindet. Hú, bakker, rengeteg íjászom van. Na jó. Oké, és láncsások oda. Még kellett volna lerakjak a cölöpöket, de most már mindegy. Egy csomó lovas katonájuk van. Gyalogságtól nem tartok, csak attól a sok lovastól. Jó, kicsit előre. Senki nem tud lőni, nem igaz, hogy innen nem lőttök el addig. Pedig, na azért. Pedig a török íjászk és a maortátóinak nagy hadó távolsági lövedéke van. Még jó, hogy lőnek most már, ja. Na, pusztítsátok el őket! Francba, most jól jönne még több lándzsás. Hát bár a Stratói táj könnyű lovasz, szóval nem olyan erős a rohamozása, így a kartforgatók is meg tudják fogni őket. Ja, erről beszéltem nemrég. Lehet látni, hogy az előcsatározom ott kibaszott szar a Medieval-ban is.
enemy have brought up more men. Azaz. To make up in numbers what they lack in skill. Van egy olyan érzésem, hogy nekünk annyi. Semmi értelme nincs, a magyar nemeseket leverik a, azok a stratoitája lovasok. Ez most komoly, megrendültek a lovagjaim, ingadozóak a lovagok. Mi a franc van, de most komolyan. Sose fogom megérteni. Ingadozóak, basszus. Ha lovagok megtörnek, vége. Jó. Le is vágták, lol. Te nyomorult te. Aj, baszki. Ahogy a fenébe tudták ilyen gyorsan levágni. Hát, ez ennyi volt akkor. Ja, ez bukta. Én szinte gondoltam, hogy vereség lesz, mivel túl sok az íjász, kevés a gyalogos, kevés a lovas. Nem tudom megvédeni az íjászokat, és a terep se kedvez nekünk egyáltalán. Ha itt lettünk volna fenn, és innen itt kellett volna védekezni, sokkal jobb lett volna. Hát ja, ez ennyi volt. A hadvezérem sem volt valami nagy harcos, ahogy én észrevettem. Ja, ez ennyi. Ja. Ennyi volt. Hadvezérem is kapott két ütést, meg is halt. Nem volt valami nagy harcos ezek szerint. A bizáncoknak már nincs sok területük, ha minden igaz kettő, de azt eléggé keményen védik. Zsófia Árpád házi, oké. Lett egy csomó hadvezérem. Szóval elkészült a fellegvárom, és fejlesztett tábornoki testőrséget tudok, ami nagyon király.
Szóval most már nem még tudok sima testőrséget, hanem fejlesztett testőrséget tudok, és 7 kör még leképzik. Ha kutyaiskolát neki. Az rengeteg idő. És ahogy elnézem, egyelőre nem lehet elit katonákat. Szóval még el kell teljen némi idő, hogy bejöjjön az elit hadsereg, úgymond. Hát, az nem jó. Sajnos, na de ez van. Sirály, egy újabb sereg. Orders, my king, my lord. Leaving the army, joining forces. Orders, my king. Yes, my lord. Yes, of course. We go no further this day. An honor to serve, my lord. With honor. El kéne venni ezt a várat. Rajtaütés volt, nem lett volna jó harcolni. Rodna még 3 körig bírja. Ja igen, a Visbyt kell felszabadítsam. Oké, a Bruggesnél nem támadtak meg a skótok. Van egy csomó milicistájuk. Franciáknak nagyjából annyi. Ha elveszem Bordőt, akkor annyi nekik. Öt csapatot tudok képezni egyszerre. Az nagyon király. Váradot akarom még átfejleszteni Citadellára. Kell még 3000 lakos. Ja. Épp 3000 nem, de nagyjából annyi. Na de azt hiszem zárom a videót, srácok. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!